Több mint 100 töklámpás lett kiállítva a jászsági település főterén. Jászapáti város önkormányzata idén is megrendezte a töklámpás készítő versenyt. Jászapátin 16 éve hagyomány, hogy töklámpás, lámpás és madárijesztő kiállítást szervezünk, amelyet versenyszinten űznek a gyerekek, családok, felnőttek. Behozhatják a készült műalkotásokat, amelyet egy zsűri zsűriz, és ezek a városközpontot díszítik napokig. Este meggyújtjuk a benne lévő mécseseket. Nagyon szeretik, bejönnek családostól, gyerekekkel. A 114 alkotás közül vannak kedvencek a gyerekeknek, amelyekhez minden nap is bejárnak akár. Több mint 100 pályamű érkezett a felhívásra, amelyek a városközpontban tekinthetőek meg. A településen megtartották az eredményhirdetést, ahol 20 díjat osztottak ki a szervezők. Minden évben egy hétfőből álló zsűri próbál igazságosan eredményeket hozni a kiállított tökök kapcsán, és az idén nagyon odafigyeltünk arra, hogy természetes anyagokkal legyenek kiegészítve a töklámpások. Emellett nagyon fontos volt, hogy mennyire kreatívak, ötletesek ezek az elkészült alkotások. Éjszaka, illetve este is megnéztük a kivilágított lámpásokat, hiszen egészen más képet mutatnak ilyenkor. Csütörtökön történt meg az eredményhirdetés, 20 díjazott volt. Első, második, harmadik helyezetet nem igazán tudtunk választani, hiszen valamennyi alkotás nagyon ötletes volt, így 20 díjazott kapta meg a kis nyereményét. Egyébként közel 120 alkotás közül. Nem volt egyszerű, hiszen a gyerekek nagyon kreatívak, a felnőttek nagyon segítőkészek, hiszen ezeket a tököket nem egyszerű kifaragni, tehát fizikai erő is kell hozzá, és nem is balesetveszélyes az elkészítésük, de amint láthatjuk, szebbnél szebb és ötletesnél ötletesebb alkotások készültek. A Jászváros őszi hangulatát teszi szebbé a népes tökfalu, melyet a helyi önkéntes tűzoltók felügyeletével a városlakók kivilágítva is megtekinthetnek a következő napokban a főtéren.